Jó napot kívánok, megérkeztem vonattal Kőszegre Budapestről. Nem volt egy rövid vonatút, 260 kilométert tettem meg, mire elértem ide az osztrák határ mellé, de terveim szerint ma bejárom Kőszeg városát, megnézem a várat, a várszínházat és mindazt, ami itt érdekes. Tartsanak velem! Kőszeg egyik legendás eseménye az 1532-es ostrom, mikor Jurisics Miklós várkapitány megvédte a várat a törökökkel szemben. Ez hírnevet és gazdagságot hozott a városnak, a történelem viharai pedig elkerülték. Ezért lehet ma Kőszeg Magyarország műemlékekben egyik leggazdagabb települése. A régi városfallal határolt óvárosban van a legtöbb látnivaló. Többek szerint olyan, mintha egy filmforgatás középkori díszleteibe csöppennénk, mikor az utcákat járjuk. Itt a virágudvar első 36 méterében 80 féle növény működik együtt most a vegetáció közepén. Elképesztő jó illat van itt. Igen, a liliumok adják most ezt a nagyon erős, nagyon szép illatot és nagyon finom illatot. Bakos György egyrészt a virágok, másrészt pedig Kőszeg szerelmese. Egy 1650-ben épült házban lakik, amely az egykori északi városfalra épült. A ház udvarában Bakos úr ökokertet gondoz a családjával. Akkor önök itt laknak a városfal tövében konkrétan? Így van, a városfalon lakunk. Hát most már 35. éve ebben a nagyon szép környezetben élünk mi. És ha jól tudom, ön sokadik generációs kőszegi. Így van, rendkívül büszke vagyok rá, hogy 300 éve kőszeginek mondhatom magamat. Azt a mindenit. Itt a parasztkertben 200 növényt katalogizáltunk. Ebből a 200 fajta növényből, ami többnyire dísznövény, de 80 az gyógy- és fűszernövénynek mondható. Gyakorlatilag ez egy bemutató kert. Azért szeretjük parasztkertnek nevezni, mert hogy egész évben ellátja a családot mindenféle zöldséggel, némi nemű gyümölcsel, és rendkívül sok gyógy- és fűszernövénnyel. Kőszegen, amerre megyünk, majd minden épületen kint van a műemléki védettséget jelző tábla. 1978-ban ezért kapott Hild emlékérmet Kőszeg városa, a történelmi emlékek megtartása miatt, illetve a Jurisics térnek az ilyen tén állapotjában való megtartása miatt. Ez a városháza. Ez a városháza. Ez a 14. század óta mindig ugyanezt a funkciót töltötte be. Tehát ez nagyon ritka, hogy megtartja a funkcióját egy épület. Kőszegen mindig harangoznak, én úgy hallom. Kőszegen van egy olyan mondás, hogy Kőszegen vagy esik, vagy fúj, vagy harangoznak. Ez a három opció. Ez a három, ez nagyon fontos. Most nem esik, nem fúj, tehát akkor a harangozás marad. Igen, de most csak az időt jelzi. Tehát nem történelmi időpontot jelez, csak azt jelzi, hogy 9 óra van. De van a 11 órás, ami viszont. Így van, ami elég ritka, tehát Magyarországon, illetve úgy tudjuk, hogy Európában is csak Kőszegen harangoznak 11 órakor, mert hogy 1532-ben, augusztus 30-án ekkor tájt mehetett el a török Kőszegről, és a 18. században egy városi rendelet értelmében ennek emlékére 11 órától is harangoznak Kőszegen. A Hősök tornya 1932-ben a valamikori déli kaputorony helyére, pontosabban egy kicsit beljebb épült. A bal oldalon érdemes megnézni a graffitós házat, a Jurisics tér 7-es számú házat. Ott egy nagyon szép idézet van a homlokzaton, érdemes elolvasni, illetve magyarítani, mert azt mondja, hogy non est volentis neque currentis sed miserentis dei, nem a siető, nem az akaró, hanem az nyer, aki Isten könyörül, és egy évszám, 1668 az évszám, valamikor plébánia hivatal működött itt. És Ottlik is megemlíti, ha jól tudom, ezt a házat. Pontosan, az iskola a határon egyik fejezetének ez a címe. Kőszegnek tulajdonképpen két főtere van, egyrészt a főtér, másrészt a Jurisics tér. Hát igen, a Jurisics tér az a történelmi főtér, az új főtér pedig hát az új főtér. Érdekes, hogy ez volt a magyar hóstád, tehát a városfalon kívüli magyar terület, és hát emblematikus épületek vannak itt is, ahogy benne a Jurisics téren. A Jézus Szíve templom a 19. század végén épült, rendkívül elegáns, 57 méteres torony magasságával, és
hadd büszkélkedjem azzal, hogy a tetejét a nagyapám cserepezte. Az ön nagyapja csinálta? Nem ő csinálta, ő is cserepezett, tehát ő cserepezte többek között a Jézusi templom tetejét. Katedrális rangban van ma ez a templom. Bocsánat, hányban történt ez a cserepezés? 1892-94. Hogy ment föl oda? Hát ezt nem tőlem kell megkérdezni, én akkor még nem éltem, nem tudom. A főtér egyik különlegessége az Aranystruc Hotel, ugyanis ez Magyarország egyik legöregebb szállodája. A 17. század óta látja vendégül az ideérkezőket. Cukrászdájának ablakából kényelmesen meg lehet figyelni a főteret és a csodaszép templomot, de azért közben a sütit sem hagyom ki. Az arany egyszarvú patikát 1743-ban nyitotta meg a jezsuita rend, melyben ma már patika múzeum működik. Itt az arany egyszarvú patika múzeumban egyrészt megismerkedhetünk a gyógyszerészet egykori módszereivel, eszközeivel és alapanyagaival. Itt a szomszéd helységben például láttam egy barna varangyot, szárított barna varangyot, nem tudom, hogy ezt mire használták, de nem is akarom tudni. Ami viszont itt nagyon-nagyon különleges, ez az officina bútorzat. Ezt annak idején az 1700-as években jezsuita szerzetesek és faragó fráterek készítették. Ebben tárolták a különféle porokat, szárított gyógynövényeket és eszközöket. Valószínűleg ez Európa egyetlen megmaradt drogpadlása. Itt annak idején gyógynövényeket szárítottak, amikből aztán a gyógyszereket készítették. Még mindig nagyon finom illat van a levegőben, ugyanis itt szárad a kakukkfű, a zsúrló és a giliszta üző varadics is. Érdemes kicsit elveszni Kőszeg történelmi belvárosában, mert az utcák, épületek mindegyike érdekességeket rejt. Ha mesélni tudna, ez a kis piros épület a vár tövében például beszámolhatna Jurisics és Vitéz katonáinak hősiességéről. Amikor kérdeztem a helyieket, hogy milyenek is a kőszegiek, azt mondták, hogy hát nézd meg, mindenhol van becsületkassa, és tényleg Kőszegen több ponton is vannak olyan helyek, ahol csak leteszik az árut, zöldséget, gyümölcsöt, és egy kis persejt mellé bele kell dobni a pénzt, és már lehet is vinni. Most ez esetben a Szilvát, senki nem ellenőrzi. Kőszeg mindig is több nemzetiségű befogadó város volt. Németek, horvátok és magyarok lakták az elmúlt évszázadokban. A kőszegiek az örmény Biégót is a szívükbe zárták, aki 10 éve él itt és a főtéren nyitott családjával kebab büfét. Az egyetemet is Magyarországon végezte. Ma már ő is a város egyik nevezetessége. És hozzájárunk nyert tanfolyamra. Nagyon szépen beszél, igen. Ő a Krisztián. Mindenkit ismersz. Igen, így mondhatom nagyon, mindenki is ismer, mindenki engem is ismer. Jó helyen vagy itt a főtéren mindenkivel. Igen, hogy mondjam, amikor a város másik oldalra megyek, olyan furcsának tőlük, mert annyira megszoktam a főtéret. Jó, mert valahogyan Kőszegen mindenki főtéren keresztül megy. Biégóval megáll beszélgetni az egyetemi tanár, a színész, a segédmunkás, meg aki csak arra jár. Kedves személyisége azonnal magával ragad. Miért pont Kőszeg? Nem tudom elmondani, talán a sors így hozta el, és emlékszem, és az egyik napon, az első napon apám földön talált véletlenül pénzt, én kisebb összegét, és anyámnak azt mondta, hogy na, akkor itt fogunk maradni. Ez döntött? Ez, nem mondom, hogy ez döntött, csak ez valamilyen sorsnak a jele volt, hogy itt a helyünk. Volt már az többször, mikor elmentünk Kőszegről, én, az apám is, de valahogyan visszajöttünk ide. Ezt nem tudom elmagyarázni, de talán visszahúzza azt a helyet, mert ez a te helyed. Máshol jó, de itt jobb. Egyszer távol voltam, és telefonban hallottam a harangot, pont délbe hívott anyukám, és hát elég jó esett. Csak egyszerű egy harang, egy templomnak a harangja, ami jó esik, és már itt vagyunk. Azt hallottam, hogy a kőszegiek nagyon befogadóak, mert itt eleve több nemzetiség élt mindig is. Igen, így van, így van.
többen éltek itt, ugye a történelemből indulva a törökök, lengyelek, horvátok, szóval voltak mindenki, és örmény nem tudom, hogy voltak-e, de biztos erre felé. Most már vannak, most már mi vagyunk a történelemnek a kezdő örménye, így lehetne mondani. Az majd ős örmények. Ős örmények. Köszönjük szépen. Nyaranta Kőszeg a Várszínház miatt egészen felpezsdül, ugyanis a színészek ilyenkor több hétre ide költöznek. Trokán Nórának ez az első kőszegi nyara, hogy ne kelljen elválni a táncos nevű lovától, őt is magával hozta. Nagyon jó volt, hogy minden próba előtt reggel kijöttem. Minden próba előtt? Aha. Hát ez 10 percem, aztán nem volt azért olyan a hajnali kelés, de azért jó, mert utána már tök jó volt úgy menni, hogy tele van bögőjel. Tök jó volt úgy menni próbára, hogy már úgy valamint túl voltam, és volt, hogy sikerélménnyel, volt, hogy nagyon nem, és akkor mindig úgy az befolyásolt, hogy éppen hogy kezdtem a napi próbát. Nóra ide, Bozsokra jár ki majd minden nap gyakorolni táncossal az úgynevezett erőszakmentes lókiképzést, ami rengeteg türelmet és odafigyelést igényel. Nem ejtünk erőszak a tanulónak a természetén, tehát ahogy ő működik. A színészet mellett ez hogy fér bele neked? Éjszakáig játszol, éjfélig tart most is a vízkereszt, ha jól tudom. Igen. Akkor hajnalba jössz ki, vagy kora reggel? Hát, azt gondolom, hogy ha valakinek gyereke van, az is olyan, hogy fel kell kelni, érted? Az igaz. Tehát ez nem egy olyan nagyon durva műfaj. És hát ez megéri, amikor ez a kis hülye gyerek, igaz? Így odajön, és akkor így együtt dolgozunk, és megcsinálja, vagy nem csinálja meg. Ami mindig az én problémám és az én bajom, amikor nem sikerül, és ez egyébként nagyon érdekes, hogy a lovak olyan szinten tükrök, szóval olyan tükröt tart, szóval egyszerűen minden problémádat, hiányosságodat, önbizalom hiányodat így megmutatja, mert ebben a módszerben, mert ebben nincs erőszak. Én most úgy lovagolom, hogy nincs rajta sem, ez sem, semmi, hanem így csak a nyakában van egy karika. A koronaőrző bunkernél beszéltünk meg találkozót túravezetőmmel Orbán Róberttel. A II. Világháború idején ebben a bunkerben volt az utolsó magyarországi őrzési helye a Magyar Szent Koronának. Kőszeg az Alpok lábánál fekszik, klimatikus gyógyhely, csodás természeti környezettel, számtalan túraútvonallal. Emiatt a túrázók egyik kedvenc helye. Ez az Andalgó tanösvény? Igen, tulajdonképpen most értünk el az Andalgóra. Ez az Andalgó a város egyik legrégibb turista útja, sétaútja. Eredetileg Kőszegről Rőtfalváig vezetett. Uh-huh. Rőtfalva most az első község Ausztriában. És a Gyöngyös pataknak a magas partján vezet végig. Nagyjából az 1880-as évektől kezdve Kőszegen jelentős turizmus alakult ki. Ez jelentette a Kőszeg egységnek a úgynevezett turista létesítményekkel való ellátását, ez menedékházakat, foglalt forrásokat, kilátókat jelentett itt. Aztán volt az az időszak, amikor a határsában nem lehetett bemenni, sőt, egy elég hosszú ideig még Kőszegre is nehezen jutottak el, akik mondjuk Budapesten laktak, mert ugye igazoltatták őket a vonaton, stb. És van a 90 utáni időszak, amikor ismét járhatóvá vált a kőszegi helynek a belső területe is. Ez a Gyöngyös patak. Ez most a Gyöngyös patak fölött vagyunk. Uh-huh. Így mondjam, itt jobbra mellettünk pedig a Nemesgyár. Kőszegen több textilüzem is működött. Uh-huh. Közülük azt hiszem, hogy a Nemesgyár a legrégebbi. Sajnos most már jó néhány éve nem üzemel. És ez most itt üresen áll egy elhagyozott gyárépület? Ez most egy elhagyozott gyárépület. Remélem azért előbb-utóbb sikerül valami hasznosat kitalálni. Ja, hallottam, hogy fiatal alkotók gondolkodnak rajta, hogy valamit nagyszerű, kitaláljanak nagyszerű, itt. Nagyszerű. És milyen messze vagyunk a határtól? A határ, hogy 5-600 méterre van ide, tőlünk északi irányba, tehát a Májfán a másik irányba. De elég könnyen át lehet sasszézni itt a határon. Innen könnyen. Tehát aki annak idején, ugye itt persze ezt a helyet őrizték a határőrök valamikor, ezt a hidat is, ami nálunk ezt a határőrök építették. És akkor itt nem is lehetett annak idején szabadon bóklászni és andalogni a tanösvényen? Nem, dehogy. Tehát én ide jártam Kőszegre középiskolába, elég régen volt már, hát akkor soha nem andalogtam erre, se egyedül, se lányokkal.
Ha nem sikerül élőben meglesnünk a kőszegi hegység állatait, akkor lehetőség van erre a Bechtold István természetvédelmi látogatóközpontban. A különleges épület interaktív kiállításán a madarak énekét, tojásait, vonulását is bemutatják, és azt is ki lehet próbálni, hogy csőrrel bizony nem is olyan egyszerű a fa odvából kiszedni a kukacot. Kőszeg környékén több kilátó is van. A Szultándombon áll az egyik legújabb, a Szulejmán kilátó. A legenda szerint első Szulejmán szultán erről a magaslatról nézte végig az 1532-es várostromot. Mielőtt bemennék a várba, még meghívtak, hogy kóstoljam meg az egyik helyi specialitást, a dödöllét, szűzpecsenyével és nyári vargányával. Your mama's good looking. So, hush, little baby, don't you cry. A napon végére hagytam a kőszegi várat, mert majd szeretném megnézni a Várszínház esti előadását is. A vár történetének legkiemelkedőbb eseménye, a kőszegiek nagy büszkesége az 1532-es ostrom. Itt volt Jurisics és nagyjából 1000 ember, aki állta a törökök ostromát? Így van, ráadásul ez az 1000 ember általában nem katona volt, hanem alapvetően a városi iparosok, bemenekült jobbágyok, parasztok, kézművesek, akik itt éltek a városban. Úgyhogy a legfontosabb az, hogy egy nagyon erős összefogás eredménye volt, hogy meg tudták védeni a várat. Sokan mondják, hogy valószínűleg a török nem is akarta bevenni, mert hogy ha akarta volna, akkor sikerül neki, de azért több mint 400 halottat regisztráltak az ostrom után, kőszegit, aki meghalt, aki elhunyt ebben az ostromban. Egyébként itt ezen a területen szoktuk lejátszani, idézőjelben az ostromot, tehát ezen az ágyupadon itt vannak a védők, lentről támadnak a törökök, akiket a tűzoltók személyisítenek meg, és a háttérben pedig vannak a nézők, akik látják az eseményeket. Természetesen azért itt a harc úgy folyik, hogy áldozat ne legyen. Szerencsére. Mekkora lehetett a törökök? Hát sok-sok tízezer. Tízezer-ezerrel szemben. Hát 60-80 ezerről van szó. Három hétig védték a várat, aztán utána volt egy trükkös megoldás, hogy a szultán azt gondolja, hogy, hogy átadták a várat, és ezért kitűzték a zászlókat, ugye? Így van. Pontosan nem tudjuk természetesen. Ennyi év távlatából az biztos, hogy Jurisics és Ibrahim ismerte egymást. Ezt tudjuk, hiszen mindketten Sztambulban a diplomata képzőben jártak, ismerték egymást, és valószínűleg kerestek egy olyan megoldást, hogy hát mindkettejük feje a helyén maradhasson. A szultán, aki itt volt, és a szultán dombról, mi most már úgy hívjuk, nézte az ostromot, konstatálta, hogy a török kitűzte a zászlót a várra, de aztán be nem jöttek. Így a szultán azzal a tudattal mehetett el, hogy ő elfoglalta a várat, Ibrahimnak helyén maradt a feje, és közben pedig a védők is itt voltak, de nagyon sok legenda kering. Win-win helyzet azért, elég jól hangzik. Igen. 400 halott nem annyira a végén, de azt leszámítva egyébként nem. Törököknek azt szoktuk mondani, idegenbennek tek jó a döntetlen. A kőszegi várat pár éve újították fel, sokfajta programot, látnivalót kínál. Míg az egyik teremben ki lehet próbálni például, hogy milyen nehéz volt egy kard Jurisics idején, a másikban épp egy időszaki Elkazovszki kiállítást nézhetünk meg. Valamint történelmi témájú termek is vannak. A kőszegiek nagyon büszkék a várra, a mindennapok része, hogy ide jönnek, hiszen ez egyben a helyi kulturális központ is. Ön kőszegi? Születésű? Nem. De azt szokták mondani, hogy már lassan annak vagyok tekinthető, hiszen 1981 óta élek a városban, kőszegi a feleségem, és hát itt lakunk természetesen. Kőszegi. Igen, azt szoktam mondani sokszor, hogy azok a bevándorlók tesznek sokat a városért, akik egy álomnak meg akarnak felelni, és ez az álom, ezt úgy hívják, hogy kőszeg, amivel a becsületkasszák járnak, ez a levegő és ez a habitus, ami itt megragadott. Milyen ez a levegő, milyen ez a habitus? Egyrészt becsületes, és én azt hiszem, hogy az emberek lelkéből táplálkozik, hogy bízunk egymásban. Kőszeg, a kőszegi vár és a kőszegi várszínház, az így egybeolvad, és itt nyáron egészen felpesdül az élet a városban emiatt. Így van. Az ostrom, az 1532. évi ostrom 450. évfordulójára indult a kőszegi várszínház, amely 1982 óta kiváló darabokat hoz létre, tehát egyrészt saját magunk állítunk a darabokat, idén Shakespeare darabot, a Vízkereszt vagy Bánó és én című darabot állítottuk nagy színpadra,
és emellett természetesen nagyon-nagyon sok előadást fogadunk, vendégelőadást. Azt szoktam mondani, hogy a Globe Színházat megpróbáljuk leképezni ilyenkor, hiszen itt is van olyan tér, ahol fedett, itt is vannak teraszok, itt is vannak ablakok, úgyhogy a Shakespeare-i milliónek egy kicsit a kőszegi vár is megfelel. Mert nagyon szeretnek minket az emberek. Tehát amikor megérkezünk, akkor mindig olyan szeretet vesz körül minket ebben a városban. És akkor leköltözik mindenki egyszerre Kőszegre, és egy ilyen műhely munka zajlik. Igen, ez 3 hét a próbaidő, ami így első hallásra kevésnek tűnik, de azért, hogyha hozzáveszünk, hogy ugye csak ezt csináljuk itt egész nap, meg együtt élünk itt. Igen, mosunk, ott van a kiteregetve. Igen, ott látom a száradó ruhákat. Tehát hogy mondjam, tehát hogy itt van mosva, itt van teregetve. Znamenák Istvánnak az idei Vízkereszt vagy Bánom is én című előadás már a 6. rendezése a Kőszegi Várszínházban. Egészen elképesztek a karakterek, akiket a Shakespeare megír. Tehát az látszik, hogy olyan mély merítése van valószínűleg, amiben ő élt. Olyan mély merítés van, hogy nagyon pontosan ismeri ezeket a figurákat, és nagyon, nagyon szeretettel, még azt is szereti, aki mondjuk a leggonoszabb, mondjuk a Malvolio. Mert látszik Shakespeare-en, hogy még őt is szereti. Olyan jó egy ilyen nehéz és nagy anyaggal foglalkozni, főleg úgy, hogyha az embert nagyon érdekli az ami benne van. Ugye a hontalanság, a partalanság, és az, hogy hogyan oldódhat meg valakinek az élete csak attól, hogy szerelmes lesz valakibe. Ez adhat célt az ember életének? Valószínűleg igen. Nem csak ideig, óráig? Hát ezt nem tudjuk soha előre. Az biztos, hogy akkor az komoly cél, vagy legalábbis úgy emlékszem. Hámori Gabriella játssza a Vízkeresztben Oliviát. Neki ez az első kőszegi nyara. Ez a nyári színházi körülmény meg különösen olyan, hogy egyfolytában együtt vagyunk. Próbák után együtt mentünk ebédelni, utána elmentünk kirándulni, lovagolni, úszni, utána jöttünk próbálni, szóval, hogy ettől, hogy ilyen intenzív az egész, gyakorlatilag az ember folyamatosan egy picit ebben van. Szóval, hogy ennek a darab, én most másodjára csinálom ezt a darabot egyébként, még az Őrkényben 2005-6 környékén volt, és akkor a Violát játszottam, és most a Nóri játssza a Violát, én pedig az Oliviát, és valahogy nekem ennek a darabnak az, hogy ezzel a darabbal foglalkozom, mindig egy ilyen életbeli fordulóponthoz köthető, és ez nem most is van. Úgyhogy az, hogy ebben a darabban benne van valami elképesztő nagy pörgés az illúziókban, és közben újabb és újabb felismerések, és mindig folyamatosan változik a dolgoknak a... Nem is tudom, az, hogy egyáltalán hogy áll össze egy képlet, vagy az ember kicsoda maga számára, vagy a külvilág számára. Szóval, hogy ezzel foglalkozik, emiatt én is ezzel foglalkozom, és így úgy jövök be, hogy akkor most megint este ki lehet próbálni azt, hogy én hol tartok ebben a dologban. Véget ért a mai napom Kőszegen. Azt hiszem, hogy a városról mindenkinek rögtön eszébe jut az egykori várvédők hősiessége, természetesen a vár és a várszínház, de Kőszeg nem csak ez. Kőszeg valami megfoghatatlan hangulat, amit talán szavakkal nehéz is leírni. De most megyek, mert hamarosan kezdődik a Kőszegi Várszínház előadása, csak utána indulok majd vissza vonattal Budapestre. Pannon Expresszel legközelebb ismét egy nagyon különleges és szép helyről jelentkezünk. Utazzanak akkor is velünk. Viszontlátásra! Két alma, vagy mondjuk, mint egy tojás.